Június 3-án Magyarország miniszterelnöke a Modern Városok program sorozata részeként látogatott Szolnokra. Több téma mellett a közlekedés is kiemelt helyet kapott a tárgyalásai során. A megyeszékhely megközelíthetősége a térség gazdasági fejlődése szempontjából is az egyik legfontosabb kérdés. A Szolnokot a Ferihegyel összekötő négysávos autóút építésének a munkálatai, azok 2016-ban meg fognak indulni, és vagy az én ciklusom végéig, vagy a Ferenc ciklusának a végéig, ez 18-19-et jelent. Ezt az építkezést be is fogjuk fejezni, és az önök városa össze lesz kötve a magyar autópálya és autóút rendszerrel. Ezzel azonban nem válaszoltunk meg minden nehéz kérdést, mert itt van az északi irányból a várost elkerülő útszakasznak a kérdése. Erről is megállapodtunk a mai napon, hogy azt meg fogjuk építeni. Ez mindenfajta jogi technikai kérdéseket kell rendezni, mert az Európai Unió ezt a programot már nem támogatja. Ezt önök is ismerhetik a médiákból. Erre Európai Uniós forrás nincs. Ezt magyar költségvetési forrásból kell megvalósítani, ez az előzőt le kell zárni, el kell számolni, és egy új magyar költségvetési forrásokra támaszkodó programot kell megindítani, de ma az a döntés született, hogy ezt az északi elkerülőt mindenképpen meg fogjuk építeni, és munkacsoportot állítunk fel arra nézvést, hogy utána hogyan fog ez majd Törökszent Miklós irányába haladni úgy, hogy a már elkészült műtárgyakat is föl tudjuk ebben használni. Elkészült tehát a főváros Szolnokkal összekötő útszakasz négysávosítása. Ezzel párhuzamosan a Szolnokot északról elkerülő út kivitelezése is folytatódik, amelybe a félbe maradt M4 autópálya már elkészült részeit is beépítik. A leállított építkezések újragondolása után ismét a kivitelezőké lehet majd a terület. A jogi valóság az az, hogy ennek a szakasznak az építése abba a programban futott, amire az Európai Unió végül is nem adott pénzt. Ilyenkor az a egyetlen jogszerű lehetőség, hogy leállítjuk ezt a programot, ez történik most. Tudomásul vesszük, hogy az Európai Uniós források hiánya miatt ellehetetlenült ez a szerződés. Elszámolunk egymásra, és ez a történet véget ért. És megnyitunk egy új történetet, és megépítjük, reményeink szerint kedvezőbb pénzügyi föltételek mellett, észszerűbb költségkeretek közepette, megépítjük ezt a szakaszt. A lényeg, hogy nem akarjuk, hogy bármi veszendően menjen abból a munkából, ami eddig megtörtént, de miután tudomásul kell venni, hogy az unió miatt az a program ellehetetlenült, olyan költségkeretek között, mint hogy uniós pénzből tettük volna, magyar költségvetési pénzből ez a program nem valósítható meg. Ésszerűsíteni kell. Ezt fogjuk elvégezni, és ez aztán reményeim szerint gyorsan teljesülésbe is megy, és minden meg fog épülni. Az Abonya és Fegyvernek közötti leállított útépítés új gondolattal folytatódik tovább. Ennek egyik része a szolnoki északi elkerülő, a másik a Törökszent Miklóstól 40-ig tartó szakasz. Az M4-es nem maradt torzó, megépül, mégpedig ugyanolyan nyomvonalon, de más műszaki tartalommal, nem autópálya, hanem autóút lesz. A ma reggeli tárgyalásaink eredménye az, hogy miután a finanszírozás nincs meg, és kénytelen volt a kormány elállni ettől a szerződéstől, amikor befejeződik az elszámolás, közben folyik a műszaki tervezés, feláll egy munkabizottság, folyik a műszaki áttervezés, és ennek az útnak a befejezése meg fog történni. Egy csökkentett műszaki tartalommal, de egy autóút minőségű utat fognak, egy négysávos utat fognak építeni arra a nyomvonalra, amelyen most leállt az építkezés. Én azt gondolom, hogy ez a nagyon megnyugtató mindannyiunk számára, és azt is elmondhatom itt, hogy természetesen ennek a négysávos útnak az építése nem fog megállni majd ott Fegyverneknél, ameddig ez meg van tervezve, hanem tovább fog folytatódni Püspökladány, illetve az ország határ felé. De a legfontosabb része a mai napnak azt gondolom az, hogy megtörténik Szolnok bekötése, és ami számunkra a megye közepénél, vagy keleti részén élők számára nagyon fontos, hogy az az út, aminek a leállítása megtörtént, ez az Abony-Fegyvernek közötti szakasznak a megépítése, az be fog fejeződni egy gyorsforgalmi, kétszer-kétsávos gyorsforgalmi útként, és ezzel segíti, hogy biztonságosan és gyorsan tudjunk ezután közlekedni Budapest felé.